Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Srácok, én egy kis Warframe. Egy kedves ismerősöm írt nekem Discordon, hogy a következő Warframe videóm lesz szóljon arról, hogy mi tart még a Warframe-ben. Na? téged mi tart még a warframe Mi az, amiért még játszol ezzel a warframe És kivételesen kélek szépen ne haragudjatok meg, olyan emberek válaszát várom erre a kérdésre, akik legalább ezer órát vagy többet töltöttek el a warframe Úgy gondolom, hogy az már egy olyan mennyiség ezer óra minden játékban, nem csak warframe ami egy olyan lefedettséget ad a játékról, a játék ismeretnél annak az illetőnek, ami, ami hogy is mondjam, elég, elég nagy rálátással fognak bírni azok az emberek ahhoz, hogy egy komplex képet adjanak arról a játékról, és hogy ők még mindig miért, ezer óra után miért játszanak a játékkal. Jó magam, Tömi 3000 órán van a játékban, Steam szerint majdnem 3000, vagy 3000 most már talán a rendes játékbéli órákon belül, ugye az mondjuk sok mindent nem számol az a, az, a, az a számláló, szóval Steam szerint 3000 plusz, de ismerek olyanokat, akiknek sokkal több órája van ebbe a borsénbe és én, ma, én jó magam is így gondolkodtam, hogy hm, ez egy ez az elég húzós kérdés, mi a jó Isten tart még itt, Ebben a játékban. Vagy ki? Vagy mi? Vagy hogy? Vagy miért? És megfogalmazódott körém egy kérdés. Vajon az ingyen cuccok, amit a partnerségért kapok? Azok minden bizonyal jó jönnek, és valamilyen szinten a partnerségtől kapott ingyen cucok le is rombolták a játékélményt, szóval ne, félreértés ne esik. Tudom, hogy hogy sokan valószínűleg odakint szeretnétek, ú, de jó lenne partnerlek lenne, egy csomó ingyen cuccot kapnék, és higgyétek el, az volt az első rossz lépés, amit tettem, hogy partner lettem ebből a szempontból, igen, tudom, lemondhatom, de mindjárt kitérünk arról is, arra is, hogy partner lettem, mert abban a pillanatban, attól a naptól kezdve minden, amiért grindolnék ebben a játékban, azt megkapom, Uh, ingyen, kivéve a Prime Access pakkokat, de ugye azokat például ajándékba adhatom, sokszor kisorsolhatok platot, és a többi, és ez volt az oka. Amiért partner lettem, és amiért nem adom fel a partnerséget a warframe ebből a szempontból, és uh, most nagyon egoistán hangzik, hogy én nem tudom, mi a higgyetek, úgy, hogy higgyetek az, de ugye ez ti, a közösség voltatok, és ezért is léptem be elsősorban, amikor az első ilyen, hogy is mondjam, um, ilyen promóciók voltak a Twitch-en, emlékszem, uh, mikor az első ilyen promóciókat csinálták, akkor azt mondtam, na ez már valami olyasmi, amiért partnert, uh, partnernek érdemes lenni, mert valamit vissza is tudok adni a, a közösségnek, uh, hogyha erről van szó. És uh, így lett, hogy partner lettem, ugye elkezdtem Twitch-en uh, streamelni, aztán ti kaptátok a dropokat, és azóta ugye mindig kapok valamit, amit nektek visszaadhatok, és azt uh, mindig, legalább, hát mindig, amikor épp nem vagyok lusta, de legtöbbször kisorsolom, blabla vagy csinálunk valami játékot. Tudjátok, aki nyert nálam, az már nyert, aki tudja, tudja. De ez lett az oka, szóval a partnersége az, ami tart a Warframe-ben, hát igazából nem. Egy egyáltalán nem az, hogy ingyen cuccokat kapok, mert az csak számomra lerombolta a játékot. Nem teljesen, csak egy picit. Akkor az eredmények, amiket elértem a játékban, az, hogy már annyira... Hogy is mondjam... Robosztus maga az accountom, annyi minden cucc van benne. Erre azt mondanám, hogy hmm, lehet -e egy kicsit. Jó érzést tudjátok bejelentkezni a Warframe accountomba és gurulgatni az űrhajóba. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok Warframe-es órákat tölt gurulgatással az űrhajójába, és hova lehetne még ezt tenni, meg azt tenni, megnézed a Fandrinat, megnézed a Borsévélet, átszínezgeted őket, akkor átmodolgatsz esetleg egy-két dolgot, és hát ja, nem? Hát mondjátok, de ez, ez, az egyik hok. Ok. Jó lesik, mert egy jó iCandy candy az account most arra már, hogy ennyi órát túléptem a játékba, most már 7 éve, hogy játszom ugye, a játékkal, uh, sok mindent elértem, és, és, és jó, néz, jó ránézni az Ez, 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 ez talán, egy kicsit, talán egy kicsit benne van, kedves kidó. És természetesen a közösség, amit felépítettem, a játékban tart -e? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Valamilyen szinten igen, és valamilyen szinten nem. Nem egyszer, ez nem az első alkalom, hogy teljes mértékben mondjuk ott hagyok egy játékot, egy felépített közösséget, ha így tetszik, egy másik játék kedvéért, és ez, ez már harmadjára csináltam meg. És amikor, hogyha arra gondoltak, és valaki is biztosan a, a rosszindultak, sokszor írták, hogy ő, mert hogy a Warframe hozta meg a nézettséget, meg hogy a Warframe uh, miatt vagyok népszerű, uh, aláírom, a Warframe kurva sok nézőt hozott nekem. Viszont aki jól ismer, azt tudja, hogy ez um, engem nem tart vissza attól, hogy egy játékot játszak, és esetleg arról videózzak vagy éppen ne. Szóval semmiképp sem mondhatni, hogy a YouTube-ért warframe -ezem. Tehát az, 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 felé, hogy tiszta a szív, semmiképp sem azért youtube -ozom. Azért YouTube-oztam warframe hogy meg tudjam tartani a partnerségemet mert régen ugye a szerződésben az volt, hogy heti egy, egyszer legalább egy Warframe videót kellett csinálni. Most már ez megváltozott, már az sem kell, úgyhogy egyre kevesebb Warframe van ebből a szempontból ugye a csatornámon. Szóval, aki azt hinné, hogy azért, mert hogy ez a ezek a legnézettebb videóim a Youtube-on, nem. Egyáltalán nem. És mint mondtam, nem ez az első, hogy egy, játék, egy másik játékért ott hagyom a már felépített Youtube közösséget. Ugye én Call of Duty-val kezdtem, és éveken keresztül Call of Duty tippek videókat csináltam, és arra épült rá a csatornám alapjai, az hozta meg a több ezres feliratkozót. Aztán ráuntam a Call of Duty-ra, és elkezdtem battlefield Egy páran követtek oda, de hogyha valakinek ha van türelme megnézni a különbséget a Call of Duty videóim között nézettségben, és amikor váltottam battlefield nézettségben, hatalmas visszaesés volt. És a Battlefield volt hozta meg a második hullámot a feliratkozókban és nézettségben, de beletelt egy évbe vagy kettőbe, amire felépítgettem ezt a közösséget, ezt a Battlefield közösséget, uh, ugyebár és a nézettséget a Youtube-on ehhez. És Battlefieldben született meg a Necro Army, hölgyem és uraim, tehát nem Warframe-ben, És aztán egy ilyen jó ezer óra után a Battlefield-et is meguntam. És elkezdtem warframe -ezni. Amire nem számítottam, hogy a Warframe az egy Magyarországon viszonylag népszerű játék, és amire nem számítottam, hogy ennyire függő leszek tőle, és a kihívástól, amit akkoriban nyújtani tudott. A játéknak mélysége volt, pörgős volt, adrenalindús volt, és amikor először megtapasztaltam az endgame ízét, akkor jött ki a függőségem. És talán elmondhatné, hogy ennyi év után is, ami ebben a játékban tart, az az endgame-nek az íze. Mert tudom, hogy egy adott szint után a Warframe-ben van egy olyan adrenalin rush, ami más játékban nagyon ritkán fordul elő. És végig gondolva mindent erre a kérdésre, hogy mi tart még a warframe azt hiszem, hogy ez a válaszom. Hogy mi távolít el a játéktól, mert ezzel együtt ez is van, az az, hogy olyan megoldások kerülnek a játékban, amik egyre inkább megölik ezt az élményt egyre inkább el akarnak távolítani attól, hogy megéljem ezt az élményt. És, és erre, erre egy tökéletes példa is van, és nemrégiben rám ért egy Facebook, Facebookon egy srác, hogy legalább mondjam be egy videóba, hogy valami legyen ezzel, hogy ha túl sokáig mész el a játékban, amit úgy ítélnek a játék adminok, amit úgy ítélnek, hogy nem lehetséges meglépni a játékba, és ezek az ismerősök 7 órás survival mentek moton, csak a fun kedvéért. Oké. Okay. Két hetes band kaptak tradingről, és utána kutakodtam neten, hogy ez miért van, és azért van, szóval készíthetek fel, azért van, mert hogyha olyan magaslatokat ütsz meg a játékban, amit a játék nem játékban nem nincsen normálisnak számon tartva, akkor előfordulhat, hogy band kapsz. Ez random. Szóval félreértés ne esik, nem mindenkivel meg fog megesni, ez random. Tehát tegyük fel mondjuk, ha kempeltek egy sarokba, jönnek az elemik, sok kempeltek, kiírtják a őket sem másodperc alatt, pedig több ezres levelűek, azt a játék úgy veszi, hogy ez abnormális, ezt nem kellene így csinálni, és ezért nagy valószínűséggel egy bant fogsz kapni. De igazából ez az, ami engem még a játékban tart. És a, ami eltávolít a játéktól, az ez, hogy, hogy ezt nem ettől az élménytől el akarnak minket zárni. Ugyan már hamarosan ki fog jönni a hard mode a, a játékban, és a hard mode, a beállított level, ugye? Ett, ett, <gül> <gül> jó, oké. Okay. Szóval a hard mode, aki látta a, a, a izéken, a livestreameken, a hard mode 64. szintől kezdődik. Hol anyámban hard mode az? A 64. level. Bitch, please. Ezek nem szortíznak a saját játékukban? Hol nehéz az? A hard level 64. szintől. Tehát egy újabb két és fél órát játszol azért, hogy valami izgalmat érjél el a játékba. Mert mert, mert csak 64. szinttől kezdődik a hard mod. Uram atyám! le akarok tesztelni a fegyvert, így is kénytelen vagyok egy óra vagy kettő fölé menni ahhoz, hogy valami történjen, ahhoz, hogy igazán kipróbáljam a bildemet, és nem csak a bildemet, hanem a játék stílusomat. Ez az, ami a Warframe-ben tart. Nemrégiben csináltam egy Nix videót. Nix, ugye, kérte az egyik nézőm, valamit csinálják a Nixről, hogyan, menne, hány, meddig, mert ne, nem sokan használják manapság. Csináltam egy bildet, közel se a legjobb, sőt az egyik uh, klántársam uh, azt most toppolta, egy tényleg halhatatlan build-el uh, elküldte nekem, de annyira cheesy a bildje bár bocs Hunter, uh, annyira cheesy a bildet, hogy egyszerűen, mint ahogy mondtam, olyan mechanikákat adnak bele a játékba, mint például egy modok, a.k.a. Rolling Guard, vagy árként jó? Ö, olyan mechanikákat adnak bele a játékba, amelyek öm, megkönnyítik, elveszik a játékélményt, a nehézséget ö, a játékból. És számomra a Warframe régen és most is arról szólt, hogy, hogy hogyan alkalmazkodom a szituációkhoz. A modulás az volt, ami volt. De nagyon jól tudjuk, hogy egy adott szint után a módolásod nem sokat ér igazából. A szinergia, amit kihozol a moddal, fegyverekkel, az már nagyon is sokat ér természetesen, és az az, ami az igazi fűszert adja meg. Na de, a nagyobb fűszer és az izgalom az, hogyan alkalmazkodsz a helyzethez. Visszatérve a Nixideumhoz, amit csináltam. Az első felében annak a Survivornek csak öldöstem a fegyverekkel, a harmadik részében már leraktam különböző szentienteket, gyakrabban kapcsoltam képességeket, a negyedik fázisában már tenóztam, helyhez kötöttem őket, és az ötödik fázisban már finisherelni kezdtem őket, hogy láthatatlan lejek a trickerivel. Szinteken haladsz végig a Warframe-en, és ezt azok, akik 20 percig vannak bent egy küldetésen, sosem fogják megélni ez az, ami engem a, a Warframe-ben tart. És kérdeztek idő, hogy mert hogy várok, várok, még esetleg a régi szép idők fellángolására? Tudom, hogy az már sosem fog jönni, eljönni a Warframe-ben, a régi idők szép fellángolása, viszont tudom, hogyha akarom, jelen pillanatban is azt visszahozhatom, Viszont tekintve, hogy mennyi időm van a játékban, egyre kevesebb szer van türelmem visszahozni azokat. Mert régen minden új volt, minden nagyszerű volt, ugyebár, és ez egyértelmű, egy, egy idő után lejjebb hagy az ember. Viszont ha akarom, visszahozhatom. És amikor például unatkozom, keresek egy kihívást egy játékban, akkor elkezdek warframe Mert abban meg lesz egy kihívás. Most például ugye újra dolgozták a damage rendszert kardokban és fegyverekben, és ezzet, ezen találtam meg a szórakozást, hogy hogyan hozhatom fel a fegyvereimet újra arra az endgame, endgame végletre, újra a kihívás végletre. Ez tart a warframe a kihívás. Viszont nagyon fontos megemlíteni saját részemről, saját játékomban, hogy ezt a kihívást már csak időnként keresem. Érted? Már senkinek semmit nem kell bebizonyítanom, se magamnak, és végképp nem kell semmit se bebizonyítanom magamnak. Ezzel a játékkal kapcsolatban elértem azokat a szinteket, amit el akartam érni ebben a játékban. Egyelőre nem érzem úgy, hogy van újabb szint, amit el szeretnék érni, viszont nagyon fontos, hogy amikor szeretném elérni azokat a magas szinteket, amiket régen elértem, el tudom. És ez a saját döntésemnek köszönhető. Igen, azért értem el, mert tanultam, és a tanulásomnak volt köszönhető, és a tanulás nyújtotta az izgalmat, ugye az új modok, a modalás felfedezése, az következő szintek meglépése egy, egy egész tanulási folyamat volt. Aztán, amikor már úgy éreztem, hogy már nagyon sok mindent tudok a játékról, már a fejem tele van mindennel, ezzel kapcsolatban, ez természetesen lejjebb hagyott. Viszont a tapasztalat, amit szereztem az úton, segít abban, hogy amikor úgy döntök, hogy én most elmegyek egy hosszú survivorre, a tapasztalatom az, ami megmutatja, hogy el tudok menni. Visszatérve a Nix ideóra, az a modolás a legtriviálisabb, ostobább modulás, amit ember összerakhat valaha, de volt egy alapötletem az, az alapvető ötlet köszönhetően mégis eljutottam oda, ahova eljutottam abba a survivor történt, ami történt, és, és, ott ültem, és rögtem magamba, hogy ilyen nem létezik. És de van, ez, azok a veteránok, akik megszerezték a tapasztalatot, ha úgy döntenek a warframe akkor endgame mennek, és ez semmi nem akadályozhatja meg őket. Ha úgy döntök, hogy izgalomra és kihívásra vágyok, akkor elmegyek Warframe Endgame-be. Az én problémám jelen pillanatban az, hogy ott geci hosszú idő odáig elmenni. És az, hogy, hogy kettő óra, három óra fölött kezdődik a durva kihívás a Warframe-ben, mondjuk egy három óra fölött, ott már, ott már azért agyonütnek gond nélkül, három óra fölött kezdődik ez a kihívás a Warframe-ben, ez az, ami nagyon bassza az agyamat többször keresném ezt a kihívást, többször elmennék ilyen magas szintekre, viszont kurvára nincs türelmem már, már nincs türelmem meglépni. Régen azért volt, ugye, mert kellett a nyersanyag, kellett ez, kellett az, kellett amaz, és ezért nem volt gond. Nem volt gond az, a, az az, első egy óra, az az első két óra nem volt gond, mert tudtam, hogy mind hasznos cuccokat szedek össze úton, útvélem, de most már ezek a cuccok mind megvannak. És ezért, már csak az endgame-ben van számomra varázs. Az endgame-mel warframe most az a baj. Tehát élvezem még mindig a gameplayt, de csak az endgame-ben. Jutalmak már nincsenek az endgame-ben, nem úgy, mint régen. Jutalmakat már ne keres az endgame-ben. Régen voltak is, régen volt kockázat elmenni odáig, mert mindent elveszthettél. Most már nem veszítesz el, csak nyersanyagot. Volt Érted? Régen buktad a prime cuccaidat. Annyival meghaltál, mindez mind az összes életed elfogyott, buktad a prime cuccaidat is. Ez most már nincs így. Tehát, a... értitek? Szóval, ja, meglátjuk, milyen lesz a hard mode. Meglátjuk, hogy másra jó lesz-e, mint csak tesztelgetés. Mert nekem egy olyan érzésem hogy semmi másra nem lesz jó, csak fegyvertesztelgetésre a hard mode. És miért értelme lesz bekapcsolni, ha csak nem azért, hogy mondjuk a kedvetekért egy warframe vagy egy fegyverrel megmutassam, hogy azokon az adott szinteket valódi játék közben, és nem csak a szimulakrumban, azok a fegyverek jól működnek, és úgy működnek, ahogy kellene. Nekem olyan érzés, hogy semmi másra nem lesz jó. Hú, kicsit hosszúra sikerült ez a videó. Hashtag macskabugyi srácok. Hogyha egyet értetek velem, hanem akkor is hashtag macskabugyi. Legalább tudom, hogy végignéztétek. Nagyon köszönöm a figyelmet. Iratkozz fel. Ha tetszett, amit hallottál, vagy éppen amit keresel, nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!